szólásra nyitotta ajkát az egyházban. A bölcsesség és az értelem lelkével töltötte be őt az Úr, a dicsőség ruháját adta rá. Ma augusztus 28-án Szent Ágoston püspök, egyháztanító emléknapját ünnepli az egyház. A Római Birodalomhoz tartozó Észak-Afrikában született, Tagasztében, pogány apától és a buzgó keresztény Szent Mónikától, akit tegnap ünnepeltünk. Vallomások című önéletrajzából ismerjük Isten keresését és erkölcsi vívódásait. Milánóban lett rétor, tanár tulajdonképpen, ott szakított bűnös életével, ott keresztelkedett meg, Szent Ambrus milánói püspök keresztelte meg, visszatért hazájába, ott aztán először papságra, majd Hippó püspökségére hívták meg. A legnagyobb gondolkodók egyike a történelemben, jeles hittudós, nem hagyta el híveit akkor sem, amikor a várost a vandálok körülvették, az ostrom idején halt meg, 430-ban, 354-ben született. Utána a vandálok elfoglalták a várost, ő már ezt nem érte meg, a De Civitate Dei című művében megírta a nagy történelmi vízióját a Római Birodalom bomlásával kapcsolatban és a kereszténység terjedésével kapcsolatban. Amikor Ágoston megtért, ő nem akart pap lenni, ő keresztény akart lenni és semmi más. Ez volt élete nagy ambíciója, azon gondolkodott és filozofált, hogy hogyan lehet keresztény módon megtalálni a boldogságot, de a nép igényelte, hogy pap legyen. Ott volt közöttük, ismerték a kiemelkedő képességeit, és megválasztották. Először nem tudta elkerülni a papszentelést, amikor a hippói püspöki szék megüresedett, akkor őt választották Hippó püspökének. És mivel keresztény volt, ő a talentumait nem ásta el, hanem beleadta magát teljes erejével, minden képességével a püspöki teendőkbe, ami egy adminisztratív feladat inkább, mintsem teológusi feladat, tehát nem elmélettel foglalkozott, hanem az egyházban fölmerült gyakorlati problémákkal igyekezett a keresztény életet úgy föllendíteni, hogy saját eszményeit se adja föl, és a papjai számára egy ilyen kanonoki közösséget, szerzetes közösséget hozott létre, ágostonos kanonokok, innen származik. Tehát a gyakorlati feladatoknak élt. Viszont nem tudta elrejteni a zsenit, amit Isten adott neki. Amikor fölmerültek teológiai kérdések, mert azok fölmerülnek keresztény élet során, akkor ez a zseni előbújt belőle, és alkotott, olyan nagyokat alkotott és írt, amilyeneket talán előtte még senki az egyházban, de semmiképpen senki a nyugati egyházban. A keleti nagy egyházatyák, Szent Atanáz, Nagyszent Bazil, Nazianzoszi Szent Gergely, a keresztény hit elméleti alapjait, a Szent Háromság tanta, krisztológiát tisztázták, Ágostonnak inkább gyakorlati kérdések jutottak a kegyelemről, a kegyelem és a szentségek viszonyáról való föltett kérdések, és nagyon sok minden tisztázódott ő alatta. A legnevezetesebb talán a Pelagianus vita, Pelagios nevű ír, szerzetes, olyan tanokat hirdetett, hogy az embernek megvan a természetes képessége
arra, hogy üdvözüljön, és a kegyelem ebben minket csak segít. Hogy tulajdonképpen az áteredő bűn nem rontotta meg az emberi természetet, hanem csak rossz példát adott, és nekünk nem kell a rossz példát követni, és akkor megtaláljuk a saját emberségünkben az alapot ahhoz, hogy kövessük az üdvösség útját. És Ágoston, aki maga is személyesen mélyen megtapasztalta az ember gyengeségét, az emberi természet rossz hajlamainak való kiszolgáltatottságát, de szenvedélyesen szembeszállt ezzel a tanítással. Nem igaz, hogy a saját erőnkből képesek vagyunk az üdvösségre, rászorulunk Isten ingyen kegyelmére, amit ma kegyelem tannak nevezünk, azt nagy mértékben a pelagiánus viták során Ágoston dolgozta ki szélsőségesen és szenvedélyesen, de nagyon szélsőségesen tudja magát kifejezni. Az egyház természetesen nem érti szélsőségesen az ő kegyelemmel kapcsolatos kijelentéseit, hanem kiegyensúlyozottan, úgy, ahogy később Aquinói Szent Tamás nyomán megfogalmazták, de Ágoston győzött a döntő kérdésben, az egyház magáévá tette azt, hogy nem vagyunk képesek Isten kegyelme nélkül üdvözülni. Sőt, nem vagyunk képesek Isten kegyelme nélkül hosszabb ideig elkerülni a halálos bűnöket. Mert mindenképpen Isten kegyelmére szorulunk ahhoz, hogy az életünk Istennek tetsző legyen. Tehát nem a saját erőnkből érjük el az üdvösséget, ki kell azt érdemelni, de azokat a cselekedeteket, amelyekkel kiérdemeljük, azokat Isten kegyelmével visszük végbe. Saját szabadságunk benne van ugyan, de nem ez a szabadság teremti az üdvösséget. Ágoston szélsőséges tanításait az egyház tompította, azóta, ugye nem mondjuk azt, hogy például, hogy a keresztség nélkül meghalt gyermekek az örök kárhozatra jutnak. Ágoston habozás nélkül ezt mondta, annyira hangsúlyozta a kegyelem szükségességét. De annak ellenére, hogy mondom így, a peremeket egy kicsit nyírbálni kellett, Ágoston teremtette meg azt a kegyelemtant, amelyből az egyház azóta is él. A 16. században, mikor kezdődtek a nagy kegyelemtani viták a reformációval, akkor Ágostonra hivatkoztak katolikusok és evangélikusok egyaránt. És ez, hogy a Szentíráson kívül közös alapunk még Ágoston is, ez többek között abban is segített bennünket, hogy a 20. század végén megtaláljuk az egyetértést az evangélikusokkal a kegyelemtanban, és olyan megegyezés jöjjön létre, amelyet mind a katolikusok, mind az evangélikusok elfogadhatnak. De Ágostonnak ebben megvan a történelmi szerepe. Nélkül az egyház gondolkodása egyszerűen nem volna az, ami. Hogy a nagy keleti egyházagyák, mondom, az elméleti kérdéseket, inkább az üdvösség gyakorlati kérdéseit segített tisztázni. De nem állt meg itt, ő minden írásában, hogyha egy problémával foglalkozik, annyira elmélyül, nem tehet róla, hogy zseni, olyan teológiai mélységeket nyit meg minden magyarázata, amellett olyan szellemes, rendkívül szellemes szónok, hogy valami állandó felüdülés forrása az az anyag, amit nekünk olvasni és elmélkedni ad. Mondom, Szent Ágoston nélkül egyszerűen más lenne az egyház arculata, olyan nyelvezetet alkotott meg, amelyet azóta is használunk, olyan gondolkodásmódot, amely azóta is él, és létrehozta az első kanonok rendet. A kanonok az kanonikus, szabályozott, szabály szerint élő papok közösségét azóta is. Ugye ez a fogalom, hogy kanonok, ez kétféle vonatkozásban is, mind szerzetes és mind a püspököt körülvevő világi papok, egyházmegyés papok, ez a két fogalom
ez mind Ágostonra vezethető vissza, legalábbis a nyugati egyházban, tehát valami történelmet csinál. Ez az egyetlen ember az isteni kegyelem eszköze volt, mert nem rejtette el a talentumait, hanem beleadta magát egészen abba, ami a feladata volt. És önmagát nyomorult bűnösnek tartotta, a bűnbánati zsoltárokat imádkozva halt meg, föl voltak írva a szobája menyezetére, falaira a zsoltárok szövege, és ő ezeken a zsoltárokon elmérkedve tért vissza Istenhez, mint szegény bűnös, aki Isten irgalmában reménykedik. Valami csodálatos tanúja ő az isteni kegyelem nagyságának, és ezt az alapállást az Istennel szemben, ezt el kell tanulnunk tőle. Szegény bűnösök vagyunk, akik az ő mérhetetlen jóságában és irgalmában reménykedünk.